Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Ma július 18-a van, a Frigyesek és a Hedvigek ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei címszavakban. Taxiból lőttek határrendőrökre Loznica közelében, a szerb-bosnyák határnál. Az Oxford melletti Blenheim kastélyban gyülekeztek ma Európa vezetői. A kontinens jövőjéről egyeztetnek a politikusok. Péntektől csökken a levegő hőmérséklete, azonban az előrejelzések szerint a maximumok így is 30 fok körül alakulnak a következő napokban. Születésének 164. és halálának 80. évfordulója alkalmából megkoszorúzták Nagybecskereken dr. Kemény Ferencnek, az újkori olimpiák egyik szervezőjének a mellszobrát. Lövöldözés történt szerda éjjel Loznica közelében, határrendőrökre tüzeltek a szerb-bosnyák határon. Egy belügyi dolgozó életét vesztette, egy másik súlyosan megsebesült. A hatóság emberei rutinszerűen ellenőriztek egy taxit, amikor a járműből több lövést adtak le rájuk. A járműben albán nemzetiségű személyek ültek, ők lőttek, írja a szerbiai RTV. A jármű sofőrét elfogták, a lövöldözés első számú gyanúsítottja a 33 éves Hajzéri Árt, akinek megtalálták az útlevelét a helyszínen. Időközben a szerbiai RTV az albán sajtóra hivatkozva arról számolt be, hogy Hajzéri jelentkezett és vallomást tett a németországi belügyi szerveknek. Állítása szerint semmi köze az ügyhöz. Elmondása szerint börtönből szökött testvére Faton követhette el a gyilkosságot, aki ellopta útlevelét, amikor nála járt Németországban. Az üggyel kapcsolatban egy személyt is letartóztattak. Ivica Dacic kijelentette, hogy Hajzéri vallomása nem fedi a valóságot, a lövöldözést pedig terrortámadásnak minősítette. A rendőrök a Loznica közelében lévő Szerbia és Bosznia-Hercegovina közötti határátkelőn igazoltatni szerették volna a Mercedes típusú, tutini rendszámú autó sofőrjét és utasát. A járműből kiszállva azonban az egyikük rálőtt a határrendőrökre. A 34 éves Nikola Krszmanovics mellkasát érte találat, az 50 éves Vjekoszláv Ilicset pedig vállon lőtték. Mindkét rendőrt a loznicai kórházba szállították, ahol Krszmanovics belehalt a sérüléseibe. Részletezte az ügyet Ivica Dacic szerb belügyminiszter, aki részvétét fejezte ki az elhunyt határrendőr hozzátartozóinak. Naravno da je za policiju i za ministarstvo unutrašnjih poslova to uvek najteže kada strada neko od naših pripadnika. Želim još jednom da ponovim da je on mučki napadnut zajedno sa svojim kolegom Ilićem, znači na dužnosti. Ovo je nesumnjivo, imajući u vidu sve one informacije koje smo do sada prikupili. Nesumnjivo je da postoje velike osnovane sumnje, da tako kažem, da je reč o terorističkom napadu i da je reč o jednom organizovanom pokušaju koji dolazi sa Kosova i Metohije. Alekszandar Vučić szerb elnök részvét táviratot küldött az elhunyt belügyi dolgozó családjának és kollégáinak. Mint fogalmaz, az elhivatottsága segítette az ország békéjének és stabilitásának a megőrzését. Sosem fogjuk elfelejteni önfeláldozó és önzetlen elhivatottságát, zárta sorait Szerbia államfője. Az Oxford melletti Blenheim kastélyban gyülekeztek ma Európa vezetői. Azon a helyen, ahol az Egyesült Királyság egyik legismertebb szülöttje, Sir Winston Churchill, néhai brit miniszterelnök meglátta napvilágot. A tét sokak szerint most sem kisebb, mint ami Churchill számára volt a második világégés alatt, kivezetni a kontinenst a háborúból, békét és stabilitást hozni Európába. A tanácskozásra 47 európai állam, illetve kormányfő kapott meghívást. Az európai politikai közösség az Európa jövőjéről szóló politikai és stratégiai megbeszélések kormányközi fórumát 2022-ben Emmanuel Macron francia államfő kezdeményezésére hozták létre. Nagy-Britannia mindaddig folytatja Ukrajna támogatását, ameddig ez szükséges, mondta Sir Keir Starmer, munkáspárti brit miniszterelnök az angliai csúcstalálkozón. Úgy fogalmazott, az Oroszország jelentette fenyegetés egész Európára kiterjed.
Starmer szerint a nyugati országoknak új nagyra törő együttműködési módozatokat kell kitalálniuk. Mindenek előtt közösen fel kell pörgetniük gazdaságaikat, nem csupán a katonai, hanem a gazdasági, a kiber és az energiabiztonsági kihívásokkal szembeni védekezés miatt is. A brit miniszterelnök szerint London ennek jegyében törekszik arra, hogy új alapokra helyezze az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatrendszerét. A brit kormányfő után Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szólalt fel, kijelentve, éppen az egységes európai fellépés eredményeként Vladimir Putyin orosz elnöknek nem sikerült elérnie azt a célját, hogy Európa megosztottá váljon. Hozzátette, minél kevesebb a nyugati fegyver bevetéséhez szabott korlátozás, Oroszország annál inkább törekszik majd a békére. Szerbiát Alexander Vučić államfő képviseli, aki először Sir Keir Starmer újonnan megválasztott brit miniszterelnökkel egyeztetett. Megköszönte a fogadtatást és reményeinek adott hangot, hogy sikeresen küzdenek majd a kontinens stabilitásáért, és tenni tudnak majd Szerbia gazdasági fejlődéséért is. A szerb köztársasági elnök többek között Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is egyeztetett, akinek hangsúlyozta a béke és a stabilitás helyreállításának fontosságát, amely csak párbeszéddel és politikai megoldásokkal érhető el. Az újságíróknak kiemelte, mindegyik találkozója tartalmas volt. Tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel is szerbiai látogatásáról, melyre nagy valószínűséggel augusztus végén, szeptember elején kerül majd sor. Vučić kiemelte, Macronnal gazdasági és haditechnikai együttműködésről is tárgyaltak. Magáról a csúcs találkozóról csak annyit mondott, hogy úgy nézett ki, mint egy NATO plusz találkozó. Izgledalo je sve kao NATO plus sastanak, u kojem svi govore Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina mora da pobedi, Ukrajina mora da pobedi, to je to. Tako da, to je lepo, ali ima i drugih zemalja sem Ukrajine, ali mi nismo mogli da dobijemo. Govorili su engleski premijer Starmer, danska premijerka Mette Frederiksen, švajcarska predsjednica i to je to. Ne znam ko je, možda je, izvinjam se, predsjednik Zelenski. Vučić arról is beszélt röviden a sajtónak, hogy az ukrán elnök élesen bírálta Orbán Viktort, amire a magyar miniszterelnöknek nem volt lehetősége reagálni. Az angliai csúcson Vučić egyébként találkozott Olaf Scholz német kancellárral is, aki pénteken látogat Szerbiába. A bejelentések alapján Szerbia és az Európai Unió között stratégiai partnerségről szóló egyetértési megállapodást írnak alá a felek. Ennek hátterében pedig a fenntartható szerbiai lítiumbányászat projektje áll. Ursula von der Leyen marad az Európai Bizottság elnöke, miután ismét bizalmat szavaztak neki az Európai Parlament képviselői. A mai titkos voksoláson 401 szavazatot szerzett, ami meghaladja a szükséges abszolút többséget, vagyis a 361-et. Ellene 284-en voksoltak, míg 15-en tartózkodtak, 7 szavazatot érvénytelennek nyilvánítottak. A 65 éves német Ursula von der Leyen a néppárt politikusa, így újabb 5 évig lehet az Európai Bizottság elnöke. Az EP mai plenáris ülésén a szavazást megelőzően Ursula von der Leyen felvázolta célkitűzéseit. Mint fogalmazott, Európa válaszúthoz érkezett, a döntés arról szól, hogy az események és a körülöttünk lévő világ alakítanak-e minket, vagy mi alakítjuk közösen a jövőnket. Európa nem tudja ellenőrizni a világ diktátorait és demagógiait, de dönthet úgy, hogy megvédi a demokráciát, tette hozzá. A bizottság elnök beszédében megerősítette azt is, hogy Európa támogatja Ukrajnát, ugyanakkor bírálta az Orbán Viktor magyar miniszterelnök által folytatott békemissziót. Emellett egy Európai Védelmi Unió kiépítésére is összpontosítani kíván. Ez magában foglalná például egy európai légvédelmi pajzs létrehozását, és első alkalommal kinevezhetnének egy uniós védelmi biztost is. In a world full of adversity, Europe's destiny hinges on what we do next. Despite the momentous things we have done and overcome, Europe now faces a clear choice. A choice which will shape our work for the next five years, but it will also define our place in the world for the next 50. The choice comes down to whether we will be shaped by events and the world around us,
or whether we will come together and build our future for ourselves. And that choice is ours. A hőhullám és a hőség nagy kockázatot jelent tüzek kialakulására. Szerbiában egy hónap alatt több mint 1200 szabadtéri tűzeset történt. A tűzoltóknak mindet sikerült eloltaniuk. A tüzek keletkezése elsősorban emberi gondatlanság következménye, mondják az illetékesek. Természetesen az időjárás is közrejátszhat. Akár egy villámcsapás is okozhat hatalmas tüzet, de a nagy hőségben a szárazság miatt is gyorsan terjedhetnek a lángok, főleg, ha még a szél is fúj. Szerbiában egész évben tilos a tűzgyújtás, mondta Juhász Vilmos, a Csantavire önkéntes tűzoltó egyesület tagja, nyugalmazott tűzoltó, tűzvédelmi szakember. Kiemelte, a szabadban csak biztonságos, erre kijelölt helyen gyújtható tűz. Az emberek igyekeznek a nyári időszakba, hogy kimenjenek a szabadba, de ezt én mindig kihangsúlyozom, hogy ha már ezt teszik, akkor egy biztonságos helyet biztosítsanak, hogyha tüzelnek, meg mikor befejezték főleg, akkor ezt a tüzet oltják el. Vigyenek egy pár kanna vizet, 10-20-30 liter, amivel nagyon szépen el tudják ezt oltani. Mert ha úgy hagyják, akkor jön az éjszaka, jön a szél, mint most is egy kicsit lengedezik, és akkor ez nagyon könnyen a magas hőmérséklettel tud terjedni, meg a tüzet előidézni, okozni, és akkor már, mikor nincs ott senki, késő van észrevéve, csak akkor lássuk már, mikor nagy füst van valami, akkor meg már nagy a terület, amit a tűz elterjedt, vagy kiterjedt. Péntektől csökken a levegő hőmérséklete, azonban az előrejelzések szerint a maximumok így is 30 fok körül alakulnak a következő napokban. Vajdaság egyes településeire már tegnap megérkezett a lehűlés, azonban csak időleges volt, és az emberek nem örültek az időjárás alakulásának, ugyanis Királyhalmon és Hajdújáráson is dió nagyságú jég esett szerda délután este felé. Több helyen is károkat okozott. Egyes településeket szinte teljesen elkerült a vihar. Csantavéren és Horgoson is csupán eső esett, az is kevés mennyiségben. Tegnap egyébként Szerbia több településéről is záporokról, zivatarokról számoltak be. Ez a kerítés nem rossz állapota miatt dőlt ki, a szerdai vihar rongálta meg. Királyhalomra nagy erővel érkezett meg a lehűlés. A viharos szél még a gyümölcsfákban is kárt okozott, és nagyon mennyiségű eső is esett, sőt, jeget is hozott magával. Több amatőr felvétel is készült, amelyeken jól láthatók a dió nagyságú jégdarabok. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerdára figyelmeztetést adott ki Szerbia egész területére helyenkénti viharok miatt. Előrejelzéseik szerint a következő napokban enyhül a hőhullám, 3-tól 5 fokos hőmérséklet csökkenéssel lehet számítani. Ez viszont még mindig azt jelenti, hogy 30 fok körüli nappalok várnak ránk, és az éjszakák is 20 fok felett maradnak. Csantavéren nem okozott nagyobb gondot a szerdai vihar, sőt az eső is alig esett, mondták a helyiek. A lehűlést már mindenki nagyon várja, az elmúlt napok hőségét nehezen lehetett elviselni, mondták a megkérdezettek. Ki se jöttem az udvarra, bent voltam a hűvösön, még van olyan levegőfújó, és akkor azt úgy egy kicsit arrébb teszem, azért ne olyan hirtelen jöjjön rám. És várja-e a lehűlést, mondják, hogy pár fokkal már hűvösebb lesz? Igen, hát hogy ne várnám. Mert így is olyan nagyon sokféle betegségem van, már alig várom, hogy hazaérjek. Ha hazaérek mindig valahonnan, akkor megmosdok, levetkődzök és lefekszek. Ez az első. Nem mentünk ki a napra, a melegre, bent voltunk a lakásban, és ennyi. Nagyon meleg a lakás? Klímaberendezést esetleg használunk? Nem használunk klímát, nincs klímánk, nagyon meleg. 30-31 fokos a lakás. Nagyon várom a lehűlést, legalább egy kevesebb, hogy ne 30-on fölül legyen, legalább 30 fokig. A jelenlegi időjárás a globális felmelegedés következménye, mondta Gorán Mihajlović a szerbiai RTV reggeli műsorában. A meteorológus hozzátette, korábban csupán néhány napig volt 35 fok feletti hőmérséklet, most viszont húzamosabb ideje vörös riasztás van érvényben. A következő hét azonban hozhat némi feltrissülést. Naredna sedmica, maximálna temperatura između 30 i 32-33 stepena, dakle ipak nešto prijatnije toplo vreme, ali ono što neće biti prijatno je što, naročito u urbanim sredinama, pre svega veliki gradovi, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac,
ostaju ove minimalne visoke temperature. A szakemberek emlékeztetnek, Szerbiában 2025-től SMS-ben is értesítik a lakosságot az esetleges természeti katasztrófákról. Az üzenetet nem kapja meg mindenki, csak a veszélyeztetett területen élők. Olyan eseményekről tájékoztatnak majd, amelyek veszélyeztethetik az emberi életet vagy a vagyontárgyakat. Az előzetes információk alapján jelentősebb esőzésre vagy havazásra nem figyelmeztet majd a rendszer. Azt azonban senki sem erősítette meg, hogy extrém hőmérsékleti értékekre figyelmeztete majd a tervezés alatt álló rendszer. Amíg nem érkezik meg a tartósabb lehűlés, sokan tengerpartra menekülnek, idén is Görögország a sláger a szerbiai turisták körében. Az indok az, hogy nincs annyira messze, megfizethető és jól megközelíthető. A legtöbben csoportosan autóbusszal utaznak, főként apartmanházakba éjszakázza, mert főzésre is van lehetőség. Persze Montenegro és Horvátország is kedvelt úti célok, ide a nosztalgiázni vágyok is járnak, annak ellenére, hogy az árak idén is emelkedtek. Szóval az emberek minden ellenére a pénztárcájuk mélyében nyúlnak, hogyha csak egy időre is, de kiszabaduljanak a hétköznapi mókuskerékből, hogyha csak egy rövid időre is, de megsimogassa az arcukat a forró szél. A kánikulát sokan a tengerpart mellett próbálják átvészelni, ott hűtik le magukat, élvezve a napsütést és a szabadságot. A legtöbben nem csak pár napig, hanem inkább két hétig vagy tíz napig nyaralnak. Idén Balira megyünk nyaralni, a párommal megyünk, ugye Nászútra megyünk, úgyhogy nem úgy van, hogy na, minden hétvégén Balira megyünk, ez most különleges, úgyhogy úgy vagyunk, hogy ha nem most, akkor mikor. És két hétre megyünk, félig meddig saját szervezésben, illetve egy barátunk segítségét kértük, aki sokat utazik. A nyaralás során a már megszokott hétköznapi rutinból kilépve az emberek több időt tölthetnek a családtagjaikkal vagy barátaikkal, ami a kötelék erősítését is segítheti a hűsölés mellett. Idén Susányba megyünk a férjemmel, a szüleimmel, illetve magyarországi rokonokkal. Susányban igazából már nagyon sokszor voltunk, visszajáró vendégek vagyunk, tehát már ilyen 6-7 alkalommal voltunk itt. Leginkább a hűvös miatt járunk vissza, hiszen a partja tele van fával, úgyhogy nem kell a nagy melegben felmenni a lakásra, hanem nyugodtan tudunk a parton is hűsölni, úgyhogy mi ezért választjuk ezt a helyet. Egyesek évről évre a már jól bevált helyekre járnak vissza, mások szeretnének felfedezni új kultúrákat, városokat. A családommal megyek majd Görögországba. Először megyünk Görögországba, eddig minden évben Horvátországot tűztük ki célpontul, de valahogy úgy érezzük, hogy már mindent látunk Horvátországban, így akkor Görögország lett. Az elmúlt időszakban évről évre emelkedtek az árak, de a turisták száma ennek ellenére növekedett. Úgy látszik, a drágulás nem tántorítja el a nyaralni vágyókat. Horvátország és Montenegro is népszerű, ám idén is Görögország a sláger a szerbiai utazók körében. Egyértelműen Görögország a legfelkapottabb. Vannak ilyen statisztikák, hogy 10 emberből 7-8 Görögországba megy. Ez már egy több éves tendenció, ugyanis az emberek szeretik ezt a Görögországot. Nincs túl messze, nem is tartozik a legdrágább a Közép-Európába. Apartmanok vannak, az emberek megoldják a főzőcskélést, és úgy ez így tetszik nekik. Egyelőre a forró nyári hónapok a legfelkapottabbak, viszont a jövőre nézve ez könnyen kitolódhat szeptemberre, vagy előrébb kerülhet május-júniusra, ugyanis ilyenkor a tengerpartokon is kellemesebb az időjárás. Koronavírussal fertőződött meg Joe Biden. Az amerikai Egyesült Államok elnöke lemondta szerdai kampányprogramját. Tünetei enyhék, mivel be van oltva a vírus ellen, és az ismétlő vakcinát is felvette, közölte a Fehérház. A hivatal szóvivője tájékoztat az elnök, ennek ellenére ellátja hivatali teendőit. Biden többi között általános rossz közérzetre, valamint köhögésre és felső légúti tünetekre panaszkodott, emiatt elvégezték a COVID-tesztet, ami pozitív lett. A gyógyszeres kezelést is megkezdték, számolt be az elnök orvosa. Előzőleg a Bet News riportere azt kérdezte Bidentől, hajlandó-e balul elsőlt tévévita után visszalépni az elnök jelöltségtől. Erre a következőket mondta, ha lenne valami egészségügyi problémám, ha valaki, ha az orvosok hozzám jönnének, és azt mondanák, hogy ez és az a probléma van. Ez az első alkalom, hogy a 81 éves elnök mérlegelte a visszalépését. Másfél hete még azt mondta, hogy csak a mindenható győzheti meg ilyesmiről.
J.D. Vance, ohiói szenátor vállalta, hogy a republikánus párt színeiben Donald Trump alelnök jelöltje legyen. Ezt ő maga jelentette be még szerdán, az egykori amerikai elnök a republikánusok nagygyűlésén jelentette be, hogy a fiatal politikussal indulna a Fehérházért folyó harcban. Akkor úgy mutatta be őt, mint egy talpra esett intelligens fiatal embert, aki szavai szerint felpestítheti a washingtoni posványt. Ohio egyébként csatatér állam. A mindenkori amerikai elnökválasztás fontos helyszíne, ezért is vélik úgy szakértők, hogy Trump jól döntött, amikor az állam fiatal szenátorát választotta alelnök jelöltjének. J.D. Vance egyébként író is életéről, hánytatott gyermekkoráról, könyvet is írt, Vidéki ballada az amerikai álomról címmel. Regényéből filmet is forgattak, a produkció Oscar-díjra is esélyes volt. Politikai karrierje előtt pedig a hadügyben is szolgált, 2003 és 2004 között a tengerészgyalogság kötelékében volt haditudósító. Nézzük, mivel várjuk Önöket a híradó folytatásában. A méheket is megviseli a kánikula. A negatív és B negatív, valamint a nullás vércsoportból van szinte mindig hiány Szerbiában. Nem csak az embereket viseli meg a nagy hőség, de a méheknek is kihívást jelent a forró nyári hőmérséklet. Tavasszal az eső hiánya, most pedig a kánikula miatt vannak gondban a gazdák, de igyekeznek a lehető legjobb körülményeket biztosítani a kaptárak lakóinak. A forró nyári napokon a méheknek nem csak élelemre, de vízre is szükségük van a túléléshez és a méztermeléshez. A vízhiány komoly következményekkel járhat, bekövetkezhet méhhullás, vagy akár az anyapetézése is leállhat. A méhek azok már több millió éve tudtak alkalmazkodni a környezethez, még a klímaváltozáshoz. Én úgy gondolom, hogy ők ezt meg tudják oldani. Egyben esetleg a méhészek abban tudnak segíteni, hogy ugye ez ilyen melegebb napokon, amikor kánikula van, ugye ügyelünk arra, hogy a kaptárakat hűvösbe helyezzük el, hogy úgy 11-től 3-4 óráig, hogy ne érje őket a taliban nap, meg ugye itatókat rakunk ki, és azokat az itatókat így 3-4 naponta ellenőrizzük, föltöltsük friss vízzel, úgyhogy ennyivel tud a méhész hozzájárulni a méheknek, tehát hogy elviseljék ezt a kánikulát. Az időjárás sem kedvezett a méhészeknek, de a hársvirágzásakor néhány gazdának még méhhullással is szembesülnie kellett. Egyelőre nem tisztázott még, hogy vegyszer hatására pusztultak el, vagy épp a hársnak valamelyik méreganyaga végzett velük. Ennek ellenére az elmúlt két évben a méz ára nem változott. 800 a virágméz, 1000 dinár az agácméz, úgyhogy nem nagy valami. Kereslet nagyon minimális, hogy máma is piacon voltam, egy mézet adtam el, úgyhogy ez nagyon. Hol tudja esetleg még árulni a mézeket? Piacozik, vagy háztól is, vagy pedig? Háztól is, meg a piacról is, úgyhogy, de nem nagyon. Vannak ilyen rendelések, egy 5 kiló, 10 kilót, akkor elhozzák a vödröt, megöntöm nekik, és akkor. Most a napraforgótól várnak hozamot, de a jelenlegi körülmények alapján a méhészek nagy valószínűséggel kevesebb mézet tudnak majd hasznosítani a kaptárakból az előző évekhez képest. A negatív és B negatív, valamint a nullás vércsoportból van szinte mindig hiány Szerbiában, hangsúlyozta dr. Ivana Rodić, a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet munkatársa. Vért adni nem csak akkor ajánlott, ha már kritikus a helyzet, hanem elsődleges cél az ország folyamatos és stabil vértartalékának biztosítása, tette hozzá. A hűség ellenére is arra kérik a lakosokat, hogy segítsék az egészségügyi rendszert, és aki csak teheti, 18-tól 65 éves korig között a Evo, ovo je period godine kada je zaista teško obezbediti dovoljne rezerve krvi za zadovoljenje svih potreba bolnica. Rezerve su nam u ovom trenutku dvojipodnevne, još uvek stabilne, a najveći problem je sa negativnim krvnim grupama, jer svega 15% naših građana je negativno. I od negativnih najpre bih istakla B negativnu krvnu grupu.
Mi smo do prošle nedelje imali relativno stabilan priliv dobrovoljnih davalaca tokom svake nedelje. On se kretao preko 1400 jedinica krvi, letnji period i ove zaista izuzetno visoke temperature koje nismo skoro imali u našoj zemlji, se učinile da prošle nedelje taj broj bude manji od 1100. Születésének 164. és halálának 80. évfordulója alkalmából a nagybecskereki sportolók, sportmunkások és az önkormányzat képviselői a Nagyok sétányán ma megkoszorúzták dr. Kemény Ferencnek, az újkori olimpiák egyik szervezőjének a mellszobrát. A megemlékezés egyfajta beharangozója is volt a július 26-án kezdődő 33. nyári olimpiai játékoknak. Nagybecskerek a sportok városa, hiszen 1956 óta folyamatosan volt van képviselője az olimpiai játékokon. Ehhez nyilván hozzájárul az is, hogy a város szülötte dr. Kemény Ferenc, aki Pierre de Coubertinnek, a modern olimpiai játékok atyának a munkatársa volt, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a tagja, az 1896-os athéni olimpiai játékok egyik szervezője. Što vreme više odmiče, mi čini mi se sve više shvatamo koliki je značaj našeg sugrađana. Dr. Ferenca Kemenj je bio u snimanju modernih olimpijskih igara. Ako uzmete činjenicu da on bio jedan od 15 osnivača, znači on je bio jedan od 15 vizionara tada u svetu, dakle upravo naš sugrađanin koji su trasirali put modernim olimpijskim igrama, koje evo za nešto manje od 10 dana sadržavaju opet u Parizu. Gajanje kulture sećanja je nešto što mi moramo ovde u gradu da baštinimo zajedno sa našim sportskim ustanovama, ali sa našim sportistima i sa našim olimpijcima. A megemlékezésen jelen volt Milorad Stanulov olimpikon, aki evezésben két olimpián is érmet szerzett. Bízik abban, hogy az evezőseink idén is jól szerepelnek, de fontosnak tartja a sporttörténeti emlékek őrzését is. Mi dosta idemo ispred, pre svega ispred mnogih gradova u Srbiji koji imaju sportiste i olimpijce, s obzirom da imamo i ovu aleju velikana gde je bista Kemenji Ferenca, ali ono što je bitno da u muzeju imamo sobu sporta koja je, koliko ja znam, izuzetno posećena. Imamo u novoj hali fotografije svih naših reprezentativaca, olimpijaca, sve to. Kemény Ferenc zsidó családban született 1860-ban. Budapesten és Párizsban tanult. Két egyetemet fejezett be, volt iskolaigazgató, matematika és fizika tanár. Az iskoláztatás megreformálásának a kezdeményezőjeként hangsúlyt fektetett a fiatalok sporttevékenységére, szorgalmazta az iskolai tornatermek építését. Élete tragikusan ért véget. 1944-ben a feleségével együtt öngyilkos lett. Szülővárosában 1972 óta mellszobor őrzi emlékét. Elrajtolt az 56. Kékszallag mezőnye Balatonfüredről. Az idei versenyre 510 hajó adta le nevezését 38 hajóosztályban és értékelési csoportban. A Kékszallagra 2493 versenyző nevezett, közülük 48-an külföldiek. A Kékszallag Európa leghosszabb túlkerülő vitorlás versenye. A hajósokra a 48 órás szintidő alatt a légvonalban 155 kilométeres út vár. Eddig tartott a híradó. Jöjjenek a nap legfontosabb hírei még egyszer címszavakban. Taxiból lőttek határrendőrökre Loznica közelében a szerb-bosnyák határnál. Az Oxford melletti Blenheim kastélyban gyülekeztek ma Európa vezetői. A kontinens jövőjéről egyeztetnek a politikusok. Péntektől csökken a levegő hőmérséklete, azonban az előrejelzések szerint a maximumok így is 30 fok körül alakulnak a következő napokban. Születésének 164. és halálának 80. évfordulója alkalmából megkoszorúzták Nagybecskereken dr. Kemény Ferencnek, az újkori olimpiák egyik szervezőjének a mellszobrát. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a pannonrtv.com-ot. Ne váltsanak csatornát. Szép estét, a viszontlátásra!